Nagyon sok devizaadósnak jut eszébe, hogy esetleg az ő egyre súlyosbodó problémájukat is az életi áradéki konstrukció segítségével oldanák meg. Sajnálatos módon az ingatlan piac további zsugorodására és az árak csökkenésére számítanak a szakemberek, ami az életi áradéki kalkulációknál további kockázatérzékenységet jelent, tehát egyre kevésbé lesznek hajlandóak az életi áradéki szolgáltatók egyösszegű előzetes kifizetésre, és egyre inkább csak havi rendszeres járadék fizetését vállalják. Ebben az esetben viszont semmilyen hiteltörlesztésre nem nyílik mód. Kisebb tartozásokat, közüzemi vagy társasházi tartozásokat természetesen ki lehet fizetni egy ilyen életjáradéki ügylet kapcsán, de komolyabb több millió forintos hiteltartozásnak a rendezésére sajnálatos módon az életjáradéki konstrukció nem alkalmas. Melyek azok a feltételek, amelyekkel várjuk az ügyfelek jelentkezését? Mindenféleképpen forgalomképes helyen lévő 15-20 millió forintos értéket elérő lakóingatlanok tulajdonosainak a jelentkezését várjuk, akik 65 és 75 év közötti korban, vagy e fölötti korban vannak, természetesen házastársak, gyermekkel rendelkezők jelentkezését is várjuk. Köszönöm a figyelmüket!